Az étvágytalanság szerelmi bánat vagy szellemi túlterheltség esetén szokott bekövetkezni. Ilyenkor a szegény diák csak úgy kornyadozik, csak fonnyad, és aki látja, annak a szíve szinte meg akar hasadni. Amik is kornyadtunk, Usztics Mátyás. Ez a hét is jól kezdődik. Töri matek, fizika, magyar, angol, kémia. Felelés mindenből várható, és legalább két röpdoga fenyeget. Egy ilyen strapás nap rengeteg energiát fogyaszt, éppen elég, ha a szegény diák az izgalomtól meg a rettegéstől szédeleg. A gyötrő éjséget elkerülendő, igyekszem elegendő 10 órait becsomagolni. Először is levágok 8 karékenyeret. 4-et 20 deka vaj felhasználásával megkenek. Parézer, sajt, szalámi, retek karikák kerülnek rájuk, 2 szendvics, kész. A harmadik sem probléma, 5 szelet rántott hús maradt tegnapról. És mert így elég száraznak látszik, kihalászok a dúsztos üvegből 1,5 kilónyi savanyú uborkát. És nejlon zacsiba kötöm. Ez is kész. Még azon töprengek, hogy mit is rakjak a 4. pár kenyér közé, gyorsan becsomagolok néhány túró sütit, és 3 kiló almát. Lekvár, túrókrém, leszes, hajtegy föl, vagy esetleg mustár. Ez az! 4. mustáros szendvicset teszek. Útközben ezek még hozzá 5 zacskó tejet, hát nem érdekes. Ennyivel talán kihúzom a napot. Már töri órán megéhezem. Pedig reggeliztem rendesen. Szerencsére nem felelünk, csak vázlatot kell írni. A tanár úr géppuska sebességgel magyaráz, ha minden 20. szót jegyeztem fel, akkor is állandóan írni kell. Valami egykezes kaja jöhet csak számításba. Turósüti alma. Az utóbbi harsány hangokat és némi érdeklődést kell kapolni, nem? Matek. Rántott hús uborkával. Míg egyesek a táblánál szerencsétlenkednek, nyugodtan lehet falatozni. Észak-keletről vágyakozó pillantás nézi az uborkámat. Légi úton küldök neki egyet. Fizika. Beüt az első mennykő. Röbb dolgozat. Hamar beszedik, én meg előszedem a parizerest. Értelmes képpel bólogatok, meg rágok. Figyelem a magyarázatot. Express levél érkezik délkeletről. Express parizeres kenyér megy válaszként. Ezt is túléltük. Magyar óra. Bánkbán és böjt. A tanárnő már többször észrevette, hogy óra alatt eszem. Testsúlyomra vonatkozó pikírt megjegyzéseit kerülendő. Inkább koplalok. Az óra 2. felében csak tejen élek. Kis lyukat harapok az acskó csücskére, az előttem ülő háta mögé bújva kortyolgatok. Miért pont egy ilyen sovány és alacsony ül előttem? Belefacsarodik a nyakam, ha észrevétlen akarok maradni. Ajajajajajajajaj, most írni kell. Az acskót gondosan a talpára állítom a padban. De arról igazán nem tettek, hogy később valami könyv vagy füzet arrébb lökte. Kicsöngetéskor tejtócsában áll a pad. A füzetek eláztak, s a parkettáron életúny tejcsöppek hullanak alá, sűrű egymás után. Angol óra. Szalámi szendvicsretekkel. Pattársam éhes elkínzott tekintetét látva azonnal nekiadom a felét. Hatalmasat harap belőle, a tanárnő hozzáfordult. What's the name of this cat on a picture? Nagyon csúnya kérdés. Kiegészítendő. Nem lehet rá yes-t vagy no-t mondani, még tele lesz lája a sem gond. Pattárs feláll rémülten rá, és közben fele... Osztály röhög. Tanárnő megértő. Lehet, hogy ő is éhes. Ha nem haraptam volna bele, én megkínálnám. Kémia,
Második mennykő, utána mustáros kenyér. Illata betölti az osztályterem gáznemű légterét. Többen fintorognak, mert utálják. Még többen viszont kérnek belőle. Ennek hatására a mustáros kenyér pillanatok alatt apró darabokra törik, és egy meghatározott vízszintes síkban szétárad a tanteremben, majd eltűnik. Tanár úr megbabonázva figyeli ezt a különös jelenséget, idő hiányában azonban mégsem elemezzük. Csak megkérdezi, miért óra alatt tesztek? Miért? Először is. Jobb ízű a falat, ha óra alatt esszük. Másodszor szünetben rengeteg dolgunk van. Leckemásolás, magolás, frizura készítés, ordítozás, divat megbeszélés, veszekedés, udvarlás, pletyka, rohangálás, szomszédolás, puskagyártás, kötés, horgolás, levélírás, éneklés, stb. Hát ki ér rá ilyenkor enni? Egyszerűen.